Útfelújítás, közel 1 milliárd forintból korszerűsödött az Érpataki és az Ömbölyi bekötő út a Magyar Falu program forrásából. Létrejött az első nyírségi praxis közösség, szűrővizsgálat és Katus Attila edzése is szerepelt a programok között a projekt záró rendezvényén Nyírbogáton. 8 milliós eszközbeszerzés, új hordozható ultrahangkészülék került a József András kórházba. Közel 1 milliárd forintból korszerűsödött két kistelepülési bekötő út Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A fejlesztéseknek köszönhetően az Érpataki és az Ömbölyi kétsávos bekötő utak váltak járhatóvá, összesen 10,5 kilométeres hosszúságban. A beruházás összegét a Magyar Falu program hazai forrása biztosította. Szeptember elején még javában zajlott az útfelújítás itt a 49-121-es úton, vagy ahogy a legtöbben ismerik, az Érpataki bekötő úton. A kétsávos szakasz fejlesztésére a Magyar Falu program forrása biztosított lehetőséget, a mellékút hálózat korszerűsítésére elkülönített milliárdokból nyert Érpatak önkormányzata 493 millió forintot. Ez az első útszakasz országos szinten is, amely ebből a forrásból korszerűsödött. A felújításra 40 évet kellett várni a településen élőknek, szombat délelőtt azonban átadták az elkészült 5,5 kilométeres szakaszt. A jelentősége óriási egy útnak, ugye, mint ahogy az előző ünnepi beszédekben elhangzott, kis településünket köti össze a nagyobb városokkal, a megye összes területével, és természetesen ugye a megújult úton való korszerű közlekedés, az komfortérzetünk, az mindig a maximálisat teljesíti már most, úgyhogy ez nem is kérdés szerintem senki számára, hogy mit is jelent az út egy településnek. A fennmaradó közel 700 méteres szakasz felújítására már kapott ígéretet az önkormányzat. Ha azt is korszerűsítik, akkor egy másik útvonalon Nagykáló és Geszteréd megközelítése is egyszerűvé válik majd. Szombat délután egy másik, szintén Magyar Falu programos útfelújítást is átadtak a választókerületben. Az Ömbölyi 49-133-as bekötő utat 480 millió forintból korszerűsítették. 40 éve várunk erre az útfelújításra, mert 1980 környékén volt komolyabb útfelújítás. Sajnos annyi, hogy kimarad még egy szakasz, itt a belterületi szakasz, a pályázat nem is erről szólt. Határátkelünk van szombatonként, azért lett volna, hogy a végig megépül. Jelentősége minden ember számára nagyon fontos, hiszen olyan úton közlekedtünk korábban, ahol már a kátyukat nem lehetett kikerülni. Rendkívül baleset veszélyes, és nagyon hálásak vagyunk ezért a kormánynak. Ezen a képen látható, hogy a beruházás az Ömbölyi település határig tartott. A közúthálózat felújításait három különböző programból tudják finanszírozni, közölte a közlekedés politikáért felelős államtitkár. A legfontosabb a komplex útfelújítási program, ez 2016-ban kezdődött. Először 106 milliárd forintot adott a kormány, majd még további 60 milliárd, illetve idén 16 milliárddal lesz megtoltotta. Ebből a autópályák, főutak, műtárgyak, tehát hitak, hidak, áttereszek, alsóbrendű utak teljes körű felújítása történik. Ezentúl fontos a terület és település fejlesztési operatív program is, amelyben az önkormányzatok javaslatai alapján választják ki a felújítandó főbb szakaszokat, illetve az idén indult Magyar Falu program hazai forrásából korszerűsítik a mellékút hálózatot. Idén 26 milliárd forintból, de jövőre már 50 milliárd forintos lesz a keret. A választókerület 57 pályázata lett sikeres a kistelepülések számára kiírt programban. Ebből a két legnagyobb mértékű, a két bekötő út felújítása volt, közel 1 milliárd forint értékben, közölte a térség országgyűlési képviselője. Az 55 kisebb pályázat az 720 millió forintot számlál. Ott temető felújítások, temető kerítés, óvoda, udvar, játszótér felújítás, közösségi tér felújítása szerepel, és minden olyan lehetőségből kapott a választókerületünk két-három lehetőséget, amely a Magyar Falu programban szerepelt. Gondolok itt ugye mikrobusz beszerzésre,
és nagyobb volumenű belterületi út felújítása. A Magyar Falu program a következő évben is folytatódik, várhatóan az idei 150 milliárd forintos keretnél nagyobb forrással. Létrejött a Nyírség első praxis közössége, amelynek részeként 5 település összesen mintegy 13 ezer lakosának segítenek a betegség megelőzésben és az egészséges életmódra nevelésben. A másfél éve indult pályázat projektzáró rendezvényén az érdeklődők Katus Attila aerobik oktatóval edzhettek közösen Nyírbogáton, aki életmód tanácsokkal is ellátta a helyieket. Többek között vérnyomást, vércukorszintet és tüdőkapacitást is mértek a lakosoknak péntek este Nyírbogáton. A szűrővizsgálatra az első nyírségi praxis közösség létrehozásának projektzáró rendezvényén került sor, melynek részeként Nyírbogát, Nyírbeltek, Encsen, Spirice és Penésztek házi orvosai fogtak össze annak érdekében, hogy az érintett települések lakosai számára a mindennapok részévé váljon az egészséges életmód. Ez egy egészségtudatos magatartás, egy egészségre nevelés céloz meg, és a praxis közösség területén élő lakosoknak olyan plusz szolgáltatások bevezetésére került sor, amire addig nem volt lehetőség. Ilyen plusz szolgáltatás volt a gyújtornász jelenléte, illetve a dietetikus jelenléte az 5 településen, és emellett prevenciós rendelések során a bekerülő, szűrésre kerülő lakosok életmódján, táplálkozási szokásain, mozgáskultúráján próbáltunk változást elérni. A praxis közösség keretein belül nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az egyes betegségekben szenvedők megismerkedjenek egymással, közösséget építsenek, és a házi orvos segítségével közösen találjanak megoldást problémáikra. A törekvés a sportolás kedvező élettani hatásaira is felhívja a figyelmet. A záró rendezvényen Katus Attila aerobik világ és Európa bajnok tartott közös edzést, aki az eseményen arról is beszélt, hogy az utóbbi években érzékelhető a szemléletváltás a lakosság körében. Az, hogy a fizikális képességeinket javítjuk, hogy erősebbek leszünk, állóképesebbek leszünk, mozgékonyabbak leszünk, ügyesebbek leszünk, ez a külsőnkre is hatással lesz, tehát esztétikusabbak leszünk, és azok a funkciók, amelyek az életfunkciók, azok az egészségügyi paraméterekben is fejlődünk, a betegségeknek a megelőzésében is nagy szerepe van, illetve a betegségeknek a gyógyításában is nagy szerepet játszik. És akkor nem beszéltünk arról, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb az ember, aki rendszeresen sportol, sokkal nagyobb az önbizalma, jobb az önértékelése. Már az, hogy több ilyen program van, hogy erről többet beszélünk online is, azért azt mondom, hogy még a fiatalok körében is azért már van egy éles váltás bizonyos körökben, akik ugye kiteszik, hogy mit tettek, hogy elmentek sportolni. Szóval ez egy kicsikét azért azt gondolom, hogy divat is, már menő is. Régen azért csak a cigaretta volt a menő, ma már azt gondolom, az egészséges életmód is menő. Tehát, hogy két irány van, valahol még mindig a cigaretta meg az alkohol a menő, és van egy olyan vonal, ahol az egészséges életmód, és azt gondolom, egyre többen vagyunk. Katus Attila kiemelte azoknak a beruházásoknak a fontosságát, amelyek vonzóvá teszik a sportolást a lakosság számára. Szót ejtett továbbá arról, hogy az oktatásban bevezetett mindennapos testnevelés és az egészséges étkeztetés is egy nagyon jó törekvés, abban pedig mind a sportoló, mind pedig a házi orvos egyetértett, hogy a betegségek megelőzésében a testi-lelki egyensúly fenntartásának van a legnagyobb szerepe. 8 millió forint értékű hordozható ultrahang készüléket vásárolt a Nyíregyházi József András Oktatókórház. Az eszköz a mielőbbi diagnózis felállításában nyújt nagy segítséget, elsősorban a nem szállítható betegek esetében. A beszerzést a Hübner HKFT támogatta. A sürgősségi osztályokon különösen igaz, hogy akár a beteg életébe is kerülhet, ha nem történik meg időben a beavatkozás. Éppen ezért fontos a kórkép mielőbbi felállítása, amellyel a szakemberek ki tudnak zárni betegségeket, és hamarabb el tudják kezdeni a megfelelő terápiát. Ebben jelent előrelépést az az új mobil ultrahangkészülék, amelyet néhány hete használnak a József András kórházban. Mint az eszköz hétfői hivatalos átadásán elhangzott, a gyors diagnosztika főleg a kritikus állapotban lévő betegek esetében rendkívül fontos, akik sokszor nincsenek szállítható állapotban, ezért ultrahangra, röntgenvizsgálatra sem tudják őket vinni kórházi ágyukból.
például mondjuk hoznak egy sokkos beteget, akinek alacsony nagyon a vérnyomása, először az állapot stabilizálással kell, hogy az időt töltsük, és utána nyílik arra a lehetőség, hogyha már szállítható állapotban van a beteg, elvigyük ultrahangvizsgálatra. Amióta ez a készülék rendelkezésünkre áll, azóta megvan az a lehetőségünk, hogy ezen betegségekben nem csak az úgymond a kezelést, az állapot stabilizálást, hanem a minél hamarabbi diagnózist is fel tudjuk állítani, hogy mi áll az egész tünet együttesnek a hátterében. Az egyszerű kezelőfelülettel ellátott és prémium képminőségű hordozható eszköz a beteg biztonság javításához is hozzájárulhat. Például, ha nagy vénát kell biztosítani egy betegnél, az ultrahang ellenőrzése mellett tudják a katétert bevezetni. A hiánypótló beszerzés 8 millió forintba került, melyből 2,5 milliót a Hübner HKFT biztosított. Ahogy a mobilitás terén, úgy az egészségügyben is az életminőség javítása a céljuk, ezért is támogatták ezt a beruházást. A cég szponzorációs tevékenységre és olyan területek felé irányul, ami a helyi embereknek, a régióknak, a dolgozóinknak és a családjaiknak az életminőségét javítja. Így támogatjuk az egészségügyet, rendszeresen szoktunk hasznos eszközök beszerzésében segíteni a kórháznak, támogatjuk a kultúrát, a Mórzsigmond Színházat kiemelten, különböző oktatási intézményeket, és támogatjuk a sportot. Az új ultrahangkészüléknek köszönhetően olyan betegségek gyors diagnosztizálására nyílik lehetőség, mint a tüdőembólia, heveny szívizominfarktus, a nagyérrepedés, a méhen kívüli terhesség vagy a légmell. A nyíregyházi születésű Váci Mihályra emlékeztek pénteken. A költő 95 évvel ezelőtt született a megyeszékhelyen, ahol minden évben ünnepségsorozatot rendeznek a tiszteletére. Ennek része volt a kulturális központ előtti emléktábla megkoszorúzása is. Hívás, szelíd várakozás az este. Tornácán nagy sugaras szív dobog. Eperfa hajlik a fészkes ereszre, benne lángos pirul, meleg tej csobog. Váci Mihály hazatérés című művével kezdődött a Város Kulturális Központja előtti megemlékezés péntek délelőtt. A Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő műfordító 95 évvel ezelőtt, 1924. december 25-én született Nyíregyháza külterületén Ókisteleki szőlőben. A Kádár-rendszer időszakában Magyarország ünnepelt kortárs költője volt. Ez a rendezvénysorozat, amit már hosszú évek óta megrendez a város, ezt tükrözi, ennek a fontosságát jelképezi. Diákokkal karöltve szervezzük ezt a rendezvénysorozatot, aminek egyik helyszíne most a Váci Mihály Kulturális Központban történő koszorúzás és egy ünnepi megemlékezés. A múlt ápolása, a hagyomány ápolása, a továbbadása úgy gondolom, hogy kötelességünk. Ilyen körülmények között meg különösen, hogy városunk szülöttéről van szó. A költő születésének évfordulójáról való megemlékezésen természetesen központi szerepet kapott a kulturális központ. Itt tartották a koszorúzást. Nagyon fontosnak tartjuk a Váci Mihály szellemiségének a megőrzését, úgymond visszatérni a gyökerekhez. Azért is nagyon örülünk, hogy ilyen sok diák is elfogadta a meghívásunkat, ugyanis minden évben szeretnénk névadónkról méltóképpen megemlékezni. Az ünnepség sorozat célja, hogy a hagyományokat és a költő által hátrahagyott értékeket megfelelően ápolják, és erre felhívják a fiatal generáció figyelmét is. Fontos helytörténeti kordokumentumot mutattak be Nyíregyházán, amely egy diáklány 1940-es években íródott naplóján keresztül láthatja a két világháború közötti korszakot egy hétköznapi ember szemével. Mint a bemutatón elhangzott, az ilyen személyes történetek hitelesítik a történelmet. Belsővár kastély, ezt a címet viselte Bicskei Erzsébet naplója. A római katolikus diáklány ezt 1940-ben kezdte elírni. A szerencsének és véletlennek köszönhető, hogy nagyjából 10 éve megtalálták. Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik munkatársa bukkant rá az utcán sétálva, egy lomtalanítás utáni szeméthalom tetején. Ezt követően 4-en szerkesztették forrás kiadványa, amely nemrég jelent meg, és csütörtökön Nyíregyházán mutatták be a 4 eredeti füzettel együtt. Ezek a naplók, ezek azért nagyon érdekesek, mert azt dokumentálják, hogy egy hétköznapi ember hogyan látta az őt körbevő környezetet. Egyrészt hogyan látta a társadalmat, hogyan viszonyult a politikához, vagy akár milyenek voltak az iskolai mindennapjai.
Ami a legérdekesebb az egészben, az pontosan az, hogy ez a napló gyakorlatilag a két világháború közötti keresztény középosztálynak a mentalitását dokumentálja, és azt, hogy milyen volt az angol kisasszonyok apácarendnél Nyíregyházán tanulnia. Bicskei Erzsébet a mai Biatorbágyba menekülte családjával, remélve, hogy ott épségben átvészelik a front átvonulását. A naplóból az is kiderül, hogy a lányt megerőszakolták az orosz katonák, így az írás az ennek tapasztalatával való küzdelmét is bemutatja. Mint a rendezvényen elhangzott, az emberről, szeretetről és hitről szóló dokumentum hétköznapi világlátást, tapasztalatokat és képzeteket rögzít, a történetben pedig mindenki találkozhat önmagával. Gondolataimat azért vettem papírra, mert szükségét érzem annak, hogy ezt valakinek elmondjam. Nekem nincs barátnőm. Édesanyám pedig nem jár el arra, hogy az én panaszaimat meghallgassa. Ez talán az egyik oka annak, hogy naplót írok. A bemutatón a Zrínyi Gimnázium tanulói is részt vettek, egyikük részleteket is felolvasott a kiadványból. A megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy az ilyen személyes történetek hitelesítik a történelmet, és teszik átélhetővé az adott kort. Nem egy szintetizált tudást jelentenek, de személyes tapasztalatot. Valószínűleg azért ilyen vonzóak ezek a munkák. Most egy olyan valóban helytörténeti kordokumentum jelent meg, amely nagyon szomorú, vészteres korszakról nyújt számunkra tudást, betekintést ennek a kornak a sajnálatos mindennapjaiba. Én azt gondolom, hogy aki tanulni akar a történelemből, a saját sorsából, városának, településének sorsából, annak a figyelmére méltán számít, tehát ez a valóban helytörténeti értékű és hiánypótló kordokumentum. A kiadott könyv nem kerül forgalomba, de a korszakkal foglalkozók számára elérhető lesz. Kedden játssza a visszavágót a CEV kupában a CSM Targoviste ellen a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese az első mérkőzésen 3-2-re nyert Romániában. A keddi találkozó 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Két meccset játszott az elmúlt héten a Kaposvár ellen a Fátum Nyíregyháza. A Magyar Kupában aranyszettet követően jutott a legjobb négy közé Hollósi László együttese, a bajnokságban pedig 3-1-re győzött a Continental Arénában a listavezető Somogyi Gárda. Ezzel elvesztette veretlenségét a nyíregyházi csapat, de a vezetőedző már előre tekint. A leglényegesebb tényleg az volt, hogy tovább jussunk a Magyar Kupában. Biztos voltam abban, hogy a Kaposvár nem feltartott kézzel fog érkezni, illetve hát az, amit úgy kevesebbet vertünk nagy dobra, azért nem teljesen optimálisan tudtunk felkészülni ezekre a mérkőzésekre. Többen is sérülésekkel bajlódnak, úgyhogy igazából kicsit már néha olyan az érzésem, hogy lassan a doktor, illetve a gyógytornász fogja összeállítani a csapatot. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy most már csak előre kell koncentrálni. Tényleg a leglényegesebb az volt, hogy bejussunk a kupa 4-be, az, hogy elveszítettük a bajnoki veretlenségünket. Természetesen nem vagyunk boldogok, de hát már túlfeszíteni se szeretném a húrt, úgyhogy igazából ezért rotáltam egy kicsit a csapatot. Most ez így jött össze, gratulálni kell a Kaposvárnak, de mint ahogy említettem, mi azért már inkább a holnapi románok elleni összecsapásra koncentrálunk. A CEF kupa első meccsén a nyíregyháziak 3-2-re nyertek Romániában, ettől függetlenül nem lefutott a párharc. Egy román sztárcsapatot megverni Romániában, ez egy óriási fegyvertény. Természetesen azzal a céllal fogunk holnap pályára lépni, hogy kvalifikáljuk magunkat a következő körbe. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű, a román csapat biztos nem feltartott kézzel fog megérkezni. Illetve hát az igazsághoz az is hozzátartozik egy kicsit, hogy még, mint ahogy említettem, hogy a Kaposvár ellen voltak bizonyos problémáink. Ezek a ráncok vagy problémák kicsit jobban a homlokomra ki fognak ülni most, mert egy-két játékosnak erősen kérdőjeles a szereplése, úgyhogy igazából csak holnap a meccs előtt fogom tudni megmondani, hogy kire tudok számítani. A Fátum Nyíregyháza CSM Targoviste mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.
A nyolcdanos kiukusin karatemester Furkó Kálmán életét bemutató kiállítás nyílt Máté Szalkán a DNS galériában. A 100 éves születésnapját ünneplő Máté Szalkai MTK rendezvénysorozatának részeként látható a fiatal korát a városban töltő sportember pályafutását végig követő tárlat. Bár Nyírbátorban született, a fiatal korát Máté Szalkán töltötte Furkó Kálmán, a magyar szamurájnak is nevezett nyugállományú honvéd ezredes, a testnevelési főiskola előfelvételiseként került Egerbe, ahol a harcászati foglalkozásokon ismerkedett meg a küzdősportokkal. A 70-es évek elején a Kyokushin karate is megjelent Magyarországon, ahol Furkó Kálmánnak köszönhetően lett népszerű a sportág. Én aztán egyre jobban a katonai kiképzésbe belevettem, hogy hogy kell ütni, hogy kell rúgni, hogy kell védekezni, hogy kell erre fölkészülni, milyen az önvédelem ezzel a mozgásanyaggal bővítve. Akkor 76-ban már akkor Budapesten is az egyik kolléga, akivel együtt kezdtük ezt a Kyokushin, megcsinálta Budapesten az első Kyokushin karatét. Én a következő évben Szolnokon a katonai kiképzés mellett megcsináltam a szolnoki tömegsport egyesületben a Kyokushin karate szakosztályt, ez a mai napig is tart. A 100 éves születésnapját ünneplő Máté Szalkai MTK ezért márciusától jövő év február végéig 100 rendezvénnyel tiszteleg a centenárium előtt. Az MMTK-ban több mint 30 éve foglalkoznak küzdősportokkal. 4 küzdősport szakosztályunk van, és ebből egyik a Kyokushinkai karate szakosztály, amelynek szakosztály vezetője Jónás János négydanos karatemester, természetesen a mai rendezvény egyik fő szereplője és szervezője is volt, hiszen formagyakorlatot mutathatott be ő a mester előtt, szóval ez azért egy komoly szakmai kihívás jelentett számára is. Másrészt pedig örülünk annak, hogy nem csak Máté Szalkáról, hanem a környékbeli, sőt mondhatom a megyén vagy a megye határon kívül is érkeztek vendégek erre a kiállításra. Tehát azért a mesternek eddigi életútja, úgy gondolom, hogy annyira tartalmas és olyan szakmai múltal rendelkezik, hogy még mindig nagyon sokan akár több száz kilométeres távolságból is elutaznak, hogyha egy-egy kiállítása vagy bármilyen más eseményen ő megjelenik. A Furkó Kálmán életét bemutató kiállítás január végéig látható a DNS galériában. Vereséggel zárta az évet a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 2-0-ra kapott ki a MOL Fehérvár FC-től. A kisvárda a tabella 7. helyén tölti a téli szünetet. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!